A koszovói rendőrök a szerbek lakta területeken házkutatást tartottak több magánépületben, egy étteremben és a Mitrovicai kórházban is. Az egészségügyi intézmény igazgatója a helyi sajtónak azt mondta, a speciális egységek erőszakosan rontottak be az épületbe, ráijesztve a dolgozókra és a betegekre is. A hatóságok természetesen nem találtak semmit az egészségügyi intézményben, nyilatkozta Zlatan Elek. Sajtóinformációk szerint azonban a koszovói rendőrség lefoglalta több térfigyelő kamera felvételét. A koszovói szerb lista képviselői az eset kapcsán úgy reagáltak, hogy a pristinai rendőrség tönkretette a Mitrovicai kórházban lévő szobák egy részét, és akadályozták az egészségügyi dolgozók munkáját is. A párt szerint egyértelmű, hogy Albin Kurti koszovói kormányfő arra használja fel a Banjskában történt eseményeket, hogy a szerbeket hibáztassa és folytassa a velük szembeni erőszakot. A szerb kormány Koszovó ügyi irodája is a szerb listához hasonló véleményen van. Közleményükben azt írják, hogy a koszovói speciális egységek túlzott erőfitoktatásának célja a szerbek megfélemlítése. Továbbá felhívták a figyelmet arra is, hogy a nemzetközi békefenntartó erők, azaz a KFOR és az EULEX sem lépett közbe, amikor az incidensek történtek. Emlékeztetőül a hétvégén Banjska faluban tört ki fegyveres összetűzés, egy albán rendőr és több szerb civil is életét vesztette. Az érintett területet több napon át lezárva tartotta a koszovói rendőrség, és jelentős mennyiségű fegyvert, valamint egyéb harcászati felszerelést foglalt le.